Sziasztok! Október 19-e van. Igen, október 19-e. Fölakasztottuk a vetőgépet, mert Árpát szeretnénk vetni, de először is a lucernát kell kitakarítani a gépből. Úgyhogy ez most az ére szólt van. A jó hír, hogy hajnalban esett egy kis eső, nem sok, 2 milli. Úgyhogy nagyon reménykedem benne, hogy jó lesz a vetés. Attila közben az autót fogja csinálni a terepjáról, mert kiírt a PDF-et, tehát hogy a részecske szűrő megtelítődött. Úgyhogy este jön hozzánk a szerelő, mert valamiért nem akarja elindítani a regenerálást magától az autó. És ugye már, ugye, hogy ő már regenerálni akart, ugye elkezdte az üzemanyagot bele nyomni a motorolajba, így egy picit megemelkedett már a szintünk. Hát az a pici, az olyan 1 liter körül, és nem tudja elindítani a regenerálást. Tegnap ugye meg lett nézve géppel is, és ugye a gép az kiírta, hogy magas az olajszint, és ezért nem engedi. Úgyhogy ő most leengedi az olajat az autóból, azt a körülbelül 1 litert, és többé már nem nincs. És akkor estére jön a szerelő, és elindítja a regenerálást gépen, gép segítségével, és utána ugye le kell cserélni az olajat mindenféleképpen. Csak ugye hát most már egyszer elaludt a lámpa, és most nem voltunk benne biztosak, hogy most akkor regenerált magától az autó, vagy nem. Ez ment 2 napig, hogy nem égett ez a check engine lámpa, és utána megint visszajött a villogó fény. Hát én onnan a sarokba, hogy az Isten szedjem ki. Tök jó. Ha már ez nem ér oda, akkor semmi. Tegnap befejeztük a tárcsázást. Arról nem készült videó, mert szerintem éppen elég tárcsázós videó van fenn. Úgyhogy most kezdődik a vetés. Most, ha minden jól megy, ma elvetjük az Árpát. És utána meg tritikálét vetünk. Így van, tavasszal meg vetünk zabot, meg ugye kukoricát. Nézzétek meg, nem győzök nekik szólni. Kormi! Gyere lefele! Gyere! Gyere! Gyere, 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 gyere! Gyere, rosszaság! Gyere! Olyan rossz, mint a bűn. Gyere! Gyere gyorsan! Gyere gyorsan! Gyorsan! Széttúrják nekem a kukoricát. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Te is mondjad!
Szerintem ez a lucerna mag így is úgy is kifagy, nem? Most azt ott, hogy az Istenbe csináljam. Mert tönkre teszem a söprőt. Jaj. Na. Na, még ott van a sarokba. Hát... Várjatok, lehet, hogy kéne mozgatni. Itt vagyok, kicsim! Hát a sarokból nem tudom kiszedni. Ilyen apa is. Parasztosan bejelentkezett. Beszállt a számba. Na, figyelj, én... A drótot átállítjuk. Figyelj, nagyon pici marad a sarokba, az jó? Kifagy, nem? A lucerna. Egyszerűen... Nem tudom már kiszedni, de tényleg egy... Maroknyi, ha maradt az egészbe. Maroknyi? Egy maroknyi. Nagyon jó. Kevés. Jó. Jaj. Na most Attila átállítja a... Ugye ezeket a kis... Műanyagokat, ugye apró szemről. Hú, föl kell emelni a gépet. Ön csupán beüldött be ezt, jó? De szemetes az nem baj? Nem, hát most... Te csak fogd azt, jó? Majd én csinálom. De segítek. Nem kell. Ez maradt az egyenlőre itt is. Majd visszatesszük. Nem az, hogy... Hát kell állítanom a... Igen, de ahhoz egy kicsit meg kell emelni, mert nem forog a kerék, és nincsenek itt a kis műanyagok, nem látszódnak. Üljünk be a traktorba. Jó? Jó, beülünk a traktorba. És óvatosan emeld rá, akkor nem kell megemelni. Hát gondoltam, elég, ha csak a kerék nem éri a földet. Én csak annyira emeld meg, és hagyd újra, és egy kicsit oldalra majd rakjuk, jó? Kapcsolod már majd fel, hogy lámpát, hogy égen átló lámpa, mert ezt szeretném, hogy nem égen. Ja, hogy ége? Van-e áram hátul? Jó. Jó? Oké, le is kapcsolod. A fennek följebb egy picit, hogy a kerék a itt felemeltük, annyit, hogy tudjunk forgatni. Jaj, minden itt van láb alatt. Mindenbe beleakadunk. Most az a baj, hogy nem látsz? Időbe álltam be, és ugye nem látok. Miért nem? Még egy picit forgassad? Vagy úgyis jó. Ne. Jó, nem azt akarom megnézni, hogy egyáltalán ilyenkor mi történik? Hát forog. Igen? Erről a felülről világítanak? Persze. Akkor arra felülre menni, jó? Igen, nem látom azt a pöcköt, amit nyomtam, hogy innen hátulra világítsa, légy szíves? Hát de most jó, mert nem forog a izé. Jó, de hol van, amit átnyomtunk? Jó, akkor... Nem, csak így kell. Igen? Aha, igen. Megesküszére? Az életemre is. Akkor biztos, hogy jó lesz.
Hát itt végül is az a lényeg, hogy ez nem mozogjon, csak ez. Igen, világítasz? Persze. Mert ha jó, akkor minden jó. Ha meg rossz, akkor minden rossz. Azt átnyomtam. Húha! Itt azért vannak némi kívánnivalót maga után. Na, mert? Tudod, hogy nyúljak be? Így? Hát... Feltalálottam magad. Igen? Azért erre kíváncsi leszek, hogy ennyi elége neki. Elég! Hát... Ugye nekem, ami volt régen vetőgépem, ez azon sokkal jobb volt egyébként a... Mindjárt mondom, a Reform Semo 99. Megmondom őszintén, hogy az sokkal egyszerűbb volt ebből a szempontból. Mert ott nem kellett leforgatni. Ott, hogyha beállítottuk arra a mennyiségre, amit rá volt írva a táblázatba, az gramra annyit vetett. Jó. Na. Forgass meg a kereket. A nyelvet be kell állítani kettesre. Szerencse kerékforgatás. Igen, forgass csak, és hadd meg, hogy ír oda. Hát egyszerre kell forgatni. Nem baj, hát... De ez nem utána, meg ez nem van. Uhar, mit vetettünk utoljára? Hát a franc tudja, mit vetettünk. Mindegy. Forgass, ilyen, mert van mindegyik ugye. Hát még itt ugye vannak ezek a... Nyelv kettes. Forgass még egy picit, jó? Na, hogy tisztuljon? Igen. Mi bajuk van a diszlom? Jó, nem jön több. Nem jön több? Hú, itt még csirke toll is van. Figyelj, így hagyhassuk, úgyis kiállunk, és akkor lejjebb akarod rakni, vagy így marad? Hát... Megmondjam őszintén, nem tudom. Rakd lejjebb, akkor 10 centivel lejjebb. Gondolom, ahhoz megint be kell indítani. Be, igen. Jó. Hát én akkor már nem... Én már innen szállom. Ne kötözködj anyáddal! Annyira van kötözködik. Na. Nyelv lent van, és akkor ez meg félig fel. Figyelj! Kell, hogy legyen. Még ezt be kell állítsuk már először be, és utána rakjuk bele magot, jó? Jó. Világíts ide. Azt mondja, hogy ezt nem tudom, hogy teljesen zárt. Egy. Most teljesen nyitva van. Szerintem én teljesen nyitva fogom hagyni. 3/4-re rakjuk? Hát igen. Szerintem 3/4-en is vannak, igen, nem? Igen, igen, igen. Ugye? Igen. Ezt elméletileg le kell tenni nullára. És úgy... Már letettem nullára, és úgy húztam vissza. Ja. Úgy is be kell állítani majd a forgást. Jó. Na szóval. Na. Hát igen, egy kicsit bajba vagyunk, mert ki kell pakolnunk a bekötözött... Igen, a bekötözött tárpát ki kell szabadítanunk. Látjátok, Attila zsákkal önti befele. Ez is lukas volt ez a zsák? Igen, a sarkak. Kidobjuk. Ne cipeld egyedül. Ráérsz, hogy csak ez te volt. Várjál, hát ez itt pont nem jó. Megmondom őszintén, ez jó nehéz árpa. Igen, érzem. Hát ez... Ez termet nekünk... Egy...
4000 négyzetméteren több, mint egy tartályat. Mennyi? Hogyni? Nem szabad. Ha én lemegyek, akkor... Hagyjad! Abba hagyják szerintem. Anya, kemény. Az is még jó lesz szerintem. Ugye, én megnézem, mi van ebben a disznóval, mert nagyon... Lehet, hogy búgik. Nem tudom. Mint hogyha láttam volna, hogy kezdve meg... Én azért hozzám a következőt. Örülök neki, megrágta az egér a zsákot. Menjen már! Nem kell, hogy fölborítsátok a zsákot. Az erő velem van.
Ez már 8. gyár. 8-szor 4 32. 2 más 50-nel akarom vetni. De több van benne, mint 40 kiló, nem? Szerintem igen. Több mint 40 kiló van egy zsákba. Bejöttek. A négyet eltölöm, ha égednek, hogy ne rakom. Azt mondja, hogy ez volt a 12. Még egy zsákkal hozott, jó? Menjek? Megmutatom nektek. Jaj. Hát figyelj már. Mondjad. Ez hogy létezik, mert ebbe 10 más a gabona fér bele. Az árt az könnyed. És? Látjátok milyen szép. Várjátok. Szép tiszta. Jaj. Ilyen. Ez nem tudom milyen fajta árpa. Szépike. Tavaly volt fémzárolt. Hát, van benne 4000 négyzetméter, 3500 4000 négyzetméteren annyi termett, úgyhogy télen állt rajta a víz, nem tudom, arról készült a videó, hogy nem, 50 valány lukat kellett fúrnunk a földön, mert ellette a víz ezt az árpát, és olyan 2-3 centis jég volt rajta. És az én nagyon jó Bruno barátom eljött nekem, fúrt 50 lukat, hogy elmenjen a víz erről a földről. És ezen a földön, de ez kora tavasszal volt, szerintem a február, január-február körül, hogy lefeküdt az árpa, az igaz, felszedtem a kombányjal, de annyi termett, hogy nem fért bele a Medionnak a tartályába, a 3500 vagy 4000 négyzetméter lehet maximum a föld. És egy tartály, meg még egy 5-6 mázsa volt. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az árpának az a talaj nagyon jó, úgyhogy most ugyanarra a talajra fogjuk vetni, csak nem arra a
földre, hanem egy másikra. Földre, egy másikra. Ahol a kukoricánkat learattuk, az a föld lesz bevetve. Igen. És vele szembe, képzeljétek el, háromszor tárcsáztuk át a lucerna földet. Ez a kismerte mit csinál? Mit csinál? Játszik a zsákkal? Igen, úgyhogy... Búgik a disznó, ugye? Igen. Jó van akkor. Azért is itt párzási idő szakát éli, csak nincs kivel. Szerintem majd bejelentkezünk a földről. Igen, 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 igen. Oksa. Hello, hello. Sziasztok. Már itt vagyunk. A földön. Húkra meg van rakva a vetőgép. Le van forgatva. Úgyhogy... Vetjük. Így van. Nem tudtuk jobban megcsinálni és a talajt. Itt meg ez a lucerna földünk, amit mondtam, hogy háromszor húztuk át. Ez egy annyira kötött talaj, hogy nem mertük nekiállni ekével, mert ha ezt felszántsuk, ebben köszönet nem lesz. Úgyhogy de szerintem... Három sort kapott a nehéz tárcsával, ahhoz kép, körülményekhez képest szerintem nagyon jó lett. Úgyhogy szerintem is jó. Úgyhogy majd meglássuk. Megjelentek a varjak, igen. Örömünkre. Állítólag azt hallottam, hogy ezek megjelennek, akkor jön a hideg most. Igaz vagy nem igaz? Hát valószínű. Nem tudom. De ezek most nem olyan hú, milyen nagy varjak. Én már láttam ettől sokkal nagyobb varjuk is. Hát lefogytak, mire ide értek. Vagy ezek még nagyon fiatalok, tudod? Fogalmam sincs. Hát valószínű. Lehet, hogy még az öregek még nem értek ide. Az lehet. Körülbelül Attila beállította ugye a csorosznyák, nem csorosznyákat, a vetőtárcsa mélységet. Ő körülbelül azt mondja, hogy olyan 4 centi mélyen fogjuk vetni. Igen, de sokan azt mondják, hogy olyan mélyre kell rakni, amekkora a mag. Hát igen. Én nem merek most olyat kockáztatni. Én most bekockáztatom a mélyebbre való vetést. Mondom, reggelre esett 2 milli eső, meg valamelyik nap 5, de hát az az 5 milli az már máshol sincsen, így van. De hát ezen a földön se látni ezt a 2 milli esőt. Nem félünk, hogy ráragad a gépre, az biztos. Össze 50 kilóval vessük hektárját, legalábbis a beállítás alapján annyi. 200, picire kevesebb, mint 250. Na, majd meglássuk a vetést, hogy milyen lesz. És mielőtt még szólnátok, hogy nyomjelzőt miért nem használom, mert nekem nincs lesz szükségem. Tehát ahhoz, hogy én nyomjelző nélkül vetek, meg fogom mutatni majd a vetést, hogy milyen lesz. Nem fogtok látni különbséget a nyomjelzős vetés és ez között. Igen, ő nagyon ügyesen tud. Nem. Én nem szeretem használni. Á, hidraulikáznak ide-oda. Nem kell nyomjelző, minek? Ugyanúgy megyek most is, mint a nyomjelzővel. Oda nézzetek. Várjátok, kinyitom az ajtót, mert talán jobban látni. Hogy ez a tárcsázás, és hogy milyen szépen el a vetőgép után lévő pálca a földet. Igen, pálca sorítva. Mondjuk, ha tömörítő hengerek lennének, ilyen kis kerekecskék, annak jobban örülnék, de... Igen. De azért van különbség, hogy még ez a vetőgép is egy kicsit, ugye az, ez is tárcsás, még ez is egy kicsit megdemulálja a földet. De én szerintem jó lesz. Bízunk benne, hogy jó lesz. Ugye
már itt az ideje, már 18-a van most. Nem, 19. Már vetni kéne, régen ilyenkor már el volt vetve minden. Most ugye az időjárás egy kicsit kitolt velünk. Hát igen, a régi öregek mondták, hogy porba kell vetni. Hát most mondhatjuk, hogy porba vetünk. Igen. Most porba vetünk. És most úgy vetünk, hogy ott meg végig megyek oda. Nem fog ennyit fordulódni. Úgy haladjunk is, mert ugye... Igen, mert ott szemben... Ott szemben volt a kukoricám. Ez egy szomszédföld, ott szemben egy kicsit réhen, ott van a kukoricaföld. Amit arattunk. Így van. Amiről már most láthattátok valamelyiknek a videót. Nem, még az nincs feltöltve. Igen, de ez utána lesz, úgyhogy azért beszélek így. Tudod? Hát igen, végül is szerintem én ma 19-én estére fogom elkezdeni feltölteni azt a videót, amikor Attila is és én is aratunk. Mindenki arat. Itt mindenki arat, igen. Hát bízok benne, hogy megmondom őszintén, hogy hát ez... akármit csináltam a tárcsával ezen a földön, nem tudtam jobban megcsinálni. Nagyon bízok benne, hogy lesz belőle valami. Jó, mondjuk ez nem az én világom, ez a vetés, így. De ezért raktam egy kicsit lejjebb a csorosziákat, mert hogy a szociális ott megtettem. Igen, ez a bála. Álló, meg a fegyveri. Bízunk benne, hogy jó lesz. Hát nekünk ez nagyon nagy újdonság, és ez még a nem tetszésünket nyilvánítjuk ki, hogy ilyen csúnya földbe kell belevetni. Na ugye mi ugye szántottunk, kombinátoroztunk, tárcsáztunk, tehát mi tényleg mindent úgy csináltunk, hogy szép legyen a föld, és akkor erre jön egy ilyen törvény, és akkor na, vessél ilyenbe bele. Hát ez fantasztikus. Jó, lehet, hogy nem lesz ez rossz megoldás. Hát mondjuk szármaradvány, az van bőven. De költséghatékonyabb valamilyen szinten, az is igaz. De valaminek szerintem nem tudom. Végül is majd meglássuk. Én belevetek így, majd biztos, hogy benne lesz a földbe. Azt, hogy mikor fog kikelni, azt majd az égiek eldöntik, mert ha nem esik ide eső, normális eső, ez addig nem fog kikelni, azt én garantálom. Hát olyan száraz a föld, hiába nem porzik most utánunk, meg hiába látszik úgy, hogy vizes. De ez az 1-2 milliméter, ami most reggel esett, azt látjuk így. De én nem akarom elhinni, hogy ez így ettől a nedvességtől ki fog kelni, de hát remélem, hogy én tévedek. Hát aki már elvetett, hát itt annak, már van egy pár ember, aki elvetett. Annak kiked, de foltokba. Tehát valahol a föld közepén, ahol egy kicsit mélyebb volt mondjuk a talaj és vizesebb, ott ki van kelve. Síralmasan. Mondjuk egy 30 méterszer, mondjuk 10 méteres részen ki van kelve, utána meg de megint semmi. De ugyanakkor nincs, így van. Hát, olyan szép foltos. Hogy nem tudom, nekem furcsa. De aztán lehet, hogy olyan árpa lesz itt, hogy megszólal, hát ki tudja. Mondjuk nem hiszek abban, de... Őszinte leszek, ebben most nincs bizodalmam, hogy ebből jó gabona lesz. De majd meglássuk. Lássátok, egész oda a Dunapartig megyünk föl. Tehát innen a Dunaparttól Dunapartig. Egészen odáig a házakig. És ugye a házak kertje végében megint ott van a Duna. Igen. Itt kell hagyni a borozdát, mert ha nem hagyod itt, akkor bejárnak a földre. Nem
Na, én meg szeretném nézni, hogy hogyan a betörgép. Jó? Mehetsz, mehetsz, de nem várjál. Jó, hát én azt hittem a másik oldalt 102. Jó van, kicsim. Jó, kell veszekedni ezért. Tehát ahol fölemelted, azt ott elméletileg mennie kéne magnak, nem? Magot, ahol fölemeled. Hát de... Hát de hogyha fogy, akkor... szórnia kell. Van még otthon. Van. Én mindig így vakarjuk a fejünket, hogy hú, fogy, akkor mindig ráállítasz. Hatalosan még sose állítottam. Akkor mindig ráállítasz, és akkor végén meg elég lett. Hát ha kiszállnak is nézhetném, hogy szólja, akkor meg tudnám mondani, hogy sok vagy kevés. De így, hogy így ülök bent, így nem tudom megmondani. Hát apukám, visszafele megfordulunk, én megyek szép lassan, te meg megnézed, hogy szól-e. Hogy szól, szólja? Hát hogy szól. Úgy jó? Úgy jó lesz neked? Persze. Jó van. Menjünk még egy volt ott is. Mondjuk ott jobb. Ott megfordulunk, és akkor visszafele. Kell megfordulni, hát arra fele kell. Na hát akkor itt megállsz. És akkor én megyek szép lassan, jó? Tudsz mindent csinálni veled közben? Nem, mit kell csinálni? Nem, hát a magot, hogy szórja, azt majd te fölveszed. Mindegy, szerintem ezen az állításon vessük végig, azt kérsz. Jó, na. Én nem vagyok ez a... Hát ez borzasztó, ez a mély luk itt. Mi hozunk a... onnan híret cuccot, az betemes, jó? Na. Nem úgy, hát de borzasztó. Ugye esik az eső, és utána ilyen mély lukakat... csinálnak ugye a... Ebből a fokozattal mennyi vagy, jó? Majd a videózó, hogy amit akarsz. Hát de neked ki? Lényeg, hogy ahó, gyere ki, nagyítom! Hogy hogy szól? Nem tudom, látjátok-e, de bőven. Bőven jó a mag. Magmennyiség, mert ugye bőven jó. Jó lesz! Jó lesz, tedd le a gépet! Tedd le a gépet, a pontfüggesztőn egy kicsit tekerek össze, mert nagyon lenn van a hátulja, jó?
Jó. Kiteszem B-be. Hivatalosan nem is akartunk több földet bevetni árpával, csak ezt a lucernát, meg a kukoricsot. Tervez ez? Igen. Mondjuk ráöntöttünk 13 zsákot, ugye amit ti láttatok, az 13 zsák volt. Aztán kiálltunk, ugye leforgattuk. És akkor még Attila azt mondta, biztonság kedvéért öntsünk még rá kettőt, úgyhogy ráöntöttünk még két zsákkal. Úgyhogy 15 zsák árpa van benne. 40 kilójával is 10 az 4 mázs, 54 az 6 mázsa. De szerintem 45 kiló vígan belefér egy ilyen gyermei zsákba. Ennek a magnak ide így az állítás szerint elég meg kéne lenni bőven. Hát majd azt kiderül. Ugye én 2 hektára satszolom ezt a földet, 2,2 hektár. Nekem ennyi árpa disznóknak elég is lenne bőven. Nem kell több, ennyi viszont kell. Igen, igen, igen. Meg fogunk vetni tavasszal zabot is. A disznognak a lényeg, hogy annak legyen olyan takarmány, ami hízoláshoz kell. Sőt, még tervezek egy darab, de csak próbára borsót. Megpróbálom, mert még soha nem vett. Egyszer vetettem borsót életembe, akkor nem annyira sikerült. Most megpróbálom. Hát ha. De ez csak tényleg ilyen kíváncsiságból. Ugye most jól csináltam, hogy mentem és elkezdtem fölemelni. Hát ezt úgy kell csinálni. Jó. Tudod, mert én tavaly elkezdtem vetni, hát Attila ugye odaadta a gépet. Én adom bármikor a gépet, tehát nincs ezzel baj. És az volt a baj, hogy ugye hiába álltam meg, megnyomtam meg a féket. Valamennyire hátra gondolsz. Igen, egy nagyon picit így hátra billent ugye a gép, és automatikusan ezek a vetőtárcsának ugye az alja meg rakódott földdel. És hát 2-3-szor próbáltam, de ugye mindig utána ki kell takarítani, amikor ugye én véletlenül hátra engedem a gépet. Ez előfordulnak, bárkivel előfordul. És mondtam, hogy én ezt nem hiszem el, hogy nekem mindig megcsúszik a gép hátra. És picit hamarabb kell emelni a hidraulikát fölfel. Igen, utána... Mint ahol fel akarod emelni, már előtte 2 méteren rácsapsz a gombra, és akkor az addig, amire odaérsz, ha ebben a tempóval mész, akkor pont ott fogja felemelni. Igen, úgyhogy én legalábbis így szoktam, de hát... Betettem egy kis darabot a szigetnek a másik oldalán, és akkor már ott úgy most csináltam. Igen. Puszta akarsz. De katasztrófa volt. Már annyira idegesített, hogy miért? És akkor mondtam, nem, én már nem vetek, én minek? Meg kell tanulni azt is. Ja. Ha ki kell, akkor csinálok róla egy videót, hogy nem lesz kihagyás. Meg fogjátok látni, hogy nem lesz csík benne, hogy nem nyomja az őveletünk. Én 2 sort, Jasper kb. 2 sort húzok rá a másikra. Ugye nyomjelzővel is valamennyi ráfedésnek kell lenni. Tehát
pont oda nem fogod tudni tenni, ahol a sortól sorig, tehát sor, utolsó sor mellé rakod az első sort, következő kanyarnál, az kizárt, én azt úgy gondolom, az kizárt dolog. Körülbelül ugyanígy van, mint most, hogy így menne, mert ugye nekem ez a nyomjelző úgy van beállítva, hogy a traktor közepé menne a nyomjelző. Belemegyünk ebbe a gyönyörű mélyedésbe. Nem olyan szép lassan átmegyünk rajta. Igen. Mondjuk mondtam a tirának, miért nem húzott be a tárcsával? Ezt a lukot? Na, még mindig itt lennénk a tárcsával szerintem. Hát szerintem azért nem. Ott a pupot meghúztad volna. Én szerintem azért biztos, hogy kapartál volna le a tárcsával valamennyi földet. Ebben a földön leszünk bajban, mit lesz a legnehezebb azt meglátni, hogy hol mentünk? Hát igen, de tehát tudod, hol van a csík, kicsi? Látni fogom én azt. Pont a kukoricaszárna. És ugye ilyenkor mondják azt, hogy na, milyen jó lenne most itt a nyomjelző? Hát bármikor be lehet kötni, hát itt van. De én nem akarok vele foglalkozni. Na meg nekem ez a bajom a vetéssel, amikor pont úgy sütött a nap, hogy mondjuk az egyik oldalra, hogyha mentem, akkor tök jó volt, és amikor fordultam vissza, akkor hú! Hát és akkor most én azt szoktam nézni, hogy a rögtörő hengernek a széle hol van, hát lehet látni. Nem rögtörő henger. Hát én rögtörő hengernek hívom a tárcsán, ami van. De az tárcsán, ami van, nem pálcás henger, rögtörő henger. Mert én azt nézem, ami még nincs bevetve. Én látom, hogy hol jöttünk el. Tehát most is látom, a kukorica sor mellett jöttünk el. Igen, igen, igen. Na, én ezeket még... Nekem ezeket még nagyon tanulni kell. Jó, hát én is valamit nem tudok, még mezőgazdaságban hiába vagyok 30 éve. Nekem is vannak mindig új, például ez nagyon új, ez a fajta gazdálkodás, ez a... Notil? Notil, vagy... Notil, ez a forgatás nélküli talajművelés, tehát... Valakinek lehet, hogy bejön, de nem tudom. Ha meglássuk. Ha nem próbáljuk meg, nem tudjuk meg. Most megpróbáljuk. De őszinte leszek veletek. Előbb-utóbb megunom, azt nem fogom beadni a földeket támogatásra, és úgy művelem, hogy én akarom. Tehát előbb-utóbb ezt érik el, mert nem fog engem föltözverni az a pénz, amit kapok, mert ugye én nem abból a pénzből csinálom ezt a földet most, mert még nem is kaptunk támogatást, és ugye már el kell, hogy vessük. Tehát mindig elhúzzák ezt a mézes madzagot, hogy megelőlegezik a gazdáknak, hogy ugye az őszi talajmunkákhoz legyen pénz. Igen, csak a pénz még sehol, de a talajmunkát már elkezdte a régényeket. És ugye egy 100 vagy 150 hektáros gazdánál, hogyha ilyen pár forintos kukoricáról beszélünk, amit most, ahogy vásárolják át, ott azért föl kell kötni a gatyát, hogy akkor jó, rendben van, tehát ott tőkének kell lenni mindenhol, mert ha nincs, akkor off van. Uha, óvatosan, jaj! Apa is húzott ide borozdát, még régebben. Ugye azért kell borozda, mert itt bejárnak a földre. Jó. Tehát én úgy learatom ezt kombányal ezt a földet, hogy nem megyek bele a borozdát. Jó. Úgyhogy... Hát most fogjátok látni, hogy nem a legszebb. Látjátok? Most erről az oldalról megyünk visszafele, milyen jól látni, hogy hol nem kell menni? Nem a legszebb menni? Megoldása a vetésnek. És ugye én is szittam, meg szidom is most is ugyanúgy, mint azokat a, hát nem szidom, hanem inkább magamba morgolódok, inkább így mondanám, hogy ilyen földbe vetni, meg vetnek, meg ugye én is ilyenbe vetek. Ugye ebből hogy lesz gabona? Hát talán kurva kíváncsi vagyok, megmondom ilyen szintén. Hát biztos lesz, csak hogy milyen. Nekem az olyan furcsa aratás, hogy aratunk azt, akkor a kukoricás utkák még benne vannak a földbe. Tehát én ezt nem vagyok hozzászokva. De hát biztos így jó. Szerintem ott annál a földnek a végén kiszállok és fölmegyek a vetőgépre.
megmutatom, hogy doldozik a vetőgép hátul. Meg traktoroztassalak ezen a földön? Nem, éppen elég, amikor majd fölemet. Csak úgy szépen nyugiba? Így van. Éppen... De nem fogsz kiabálni, mert ott laknak. Hát figyelj, valaki attól kihívja függ. A katasztrófa védelmet, hogy elszabadult valami. Figyelj, attól függ, mert én ugye nekem tériszonyom van, és nekem éppen elég, hogyha még jó, föl csak is... azt nem mondta, hogy most fölérsz 50 centit, a tériszonyod van. Nem, de te még föl is emeled majd a vetőgépet a végén. Ja, amíg fölmegy. Hát tudom, de rendesen bőr vagy. Amíg a notin fölmegy, tudod. Összevesztél a fodrászoddal? Azért ez nem semmi. Pedig már bejelentkezett a fodrász nálam. Igen. Hogy? Kicsi. Mikor vágjam le hajadat, anya ráér még, mert hideg van, fázni fog a fejem. Igen, mert az öcsi már könyörgött egy ideje, ő neki levágtam öcsi a haját. Öcsi már túl van rajta. Én leléptem. Fajnkedett? Na, ide fellépünk, megnézzük a magocskát is. Teljesen jó! Kapasztok! Jehuj! Én vagyok a tőkesúly, meg a csőkesúly. Igen! Igen, szép! Jó megy! Jó megy a kicsike! A végére. Hát most apaink kezd emelni. Jesszú, Mari! Jaj! Édesanyám! Nagyon király! Bokor! Jézusom, megyünk lefele! Nagyon jó.
idő van. Jó, jó. Tök jó. Emelkedünk. Jesszus! Ha már ülök a vetőgépnél, jaj! Most úgy látom, hogy megyünk a kukoricásba. A kukoricatarlóba. Na majd ott megnézzünk, hogy csinál. Jaj. Juhu. Ó. Hogy összehúzza a szárakat. Érdekes innen milyen jól látni, de igen, megmutatom nektek, hogy így meg nem is látni nagyon, hogy hol kell menni. Jó van.
Attila ellenőrzi a magot. Nagyon jó. Ugye, hogy jó? Elég lesz. Mondtam én. Nem tudom. Ezt nekem nagyon úgy érzem. Én úgyhogy nagyon jó puha, talán mit csináltunk. Százmilliessőkkel is ki fog kelni. Százmilliesső. Hát körülbelül annyit elbírna a föld amúgy. Százmilliessző, és akkor szerintem eléri a magot. Én nekem véget ért kint a móka. Ára, teketóka, tóka, tára. Igen. Ha nagyon várjuk az eső, gyerekek. Igen. Tegnap kaptunk egy messenger üzenetet. És hát mi ilyenek vagyunk, teljesítjük, amit tudunk, úgyhogy ezennel szeretnénk köszönteni Tokit és Lackót. És köszönjük szépen, hogy minket néztek, így van. És lájkoltok. És hogy ilyen lelkes követők vagytok. Remélem, hogy még ez így lesz sokáig. Ha tetszik, akkor nézzetek bennünket. Elméletileg minden esti programok vagyunk. Igen? Így hogy van. Hívják őket? Doki és Lackó? Így van. Na. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy gondoltatok ránk. Mi is gondolunk rátok. Nagyon szépen köszönjük, hogy néztek. Remélem tetszik a videó. És ez csak nektek szól, amit most mondok. De remélem. És persze, a hölgynek, aki megkért minket, hogy írjunk, mert én satszolom, de lehet, hogy rosszul satszolom, hogy családtagoknak szeretne ezzel egy kicsit kedveskedni. De most akkor elárultad? Nem hiszem, hogy elárultam volna. De ezek a nők milyenek? Puszilgassátok meg! Doki és Lackó! Így van. Szerintem a kisfiú és az apuka... őnekik üzenünk így most, vagyis sejtem. De ha nem, akkor ne haragudjatok, de írjátok meg. De szerintem... Hát rossz emberek nem lehettek, hogyha néztek bennünket. Nekünk így telnek a mindennapjaink, aratás, tárcsázás, vetés, kombinátorozás. És ugye nekünk az egy pozitív visszajelzés, amikor valaki ilyen lelkesen szereti nézni a videót. Én is ilyen vagyok, én is szeretem másnak a videóját nézni, sőt, a sajátomat is megnézem többször is. Húj, attól ki vagyok akadva! Mert engem érdekel. Hát most anya, ha ki van akadva, ha nincs, miért ne nézhetném meg a saját videómat? Tehát most nem azért, mert én szeretem magamat a tévében nézni, ne értsétek félre, hanem pont az ilyen emberekért, akik írnak nekünk, hogy tetszik, nézik, akkor már van értelme, nem csak azért, hogy termelünk, hanem valakinek tetszik az, amit csinálunk, hát ha még valaki kedvet kap és ezt kezdi csinálni, amiről már múlt videóban beszéltem, hogy nagyon húzós a helyzet, de kedvét senkinek nem akarom venni, álljatok neki, csináljátok, és csak előre szabad nézni, hátra nem. Mondjuk most hátra nézek a vetőgépre, mert néha hátra is kell, de nem így értem. Úgyhogy köszönjük szépen Dokinak és Lackónak, hogy ilyen lelkes rajongók. És ugye bármikor nagyon szívesen fogok hozzájuk szólni, hogyha szeretnék. Én is szeretek nézni egy pár ilyen mezőgazdasági videót, mondjuk én a németeket is nézem, mert sok mindent lehet tőlük tanulni, úgyhogy tegnap kaptam, na még egyszer megköszönöm, és akkor folytatom a hozzászólást. Akkor még egyszer köszönjük szépen. Igen, Lackónak és Dokinak is. Igen, úgyhogy ugye sziasztok, mert ugye be kell köszönni, úgyhogy sziasztok! Szépen.
És most azzal folytatnám a mondókámat, hogy ugye van egy olyan követőnk, jó értelemben, tehát ne értsétek félre, nem rossz értelemben szólok most hozzátok, van egy olyan követőnk, aki azt írta, hogy ő nem tudna elviselni, hogy ő mellett az asszony ennyit üljön. És ugye odaírta azt, hogy nehogy rossz sértésnek vegyem. Most én ehhez az emberhez szólnák, köszönöm szépen, hogy ezt leírtad, nem vettem sértésnek, nem is haragszom rád, ezért nincs miért ezért haragudni. De mi ilyenek vagyunk. Tehát mi mióta megismertük egymást, mi nem tudunk megvenni egymás nélkül egy fél napot. Tehát... Nekünk az már... Nekünk akkor furcsa, amikor már nem vagyunk együtt. Igen. Tehát... Én nagyon sok embert hallottam, ugye mi nem dolgozunk munkahelyen, és hallottam olyan, hogy amikor bejött ez a Covid, és otthon kellett maradni, ugye nem lehetett este menni sehova, és ugye összezárták az embereket, és akkor én nagyon sok olyat hallottam, hogy nem bírták a bezártságot, és nem bírták elviselni egymást, és vagy szétmentek, vagy elváltak emiatt. Hát én azt mondom, hogy... Mi észre se vettük ezt? Hát mi nem is vettük észre, de nálunk ez pont fordítva lenne, hogyha én elmennék munkahelyre, és külön töltenénk mondjuk a 24 órából mondjuk, számoljunk csak 8-9 órát, hogy külön lennénk, nekünk ezt a kapcsolatot, nekünk ez tenni tönkre. És nem a féltékenységről szólna, hanem az, hogy most kérdezem én a páromat. Te szeretnél munkahelyen dolgozni, úgyhogy elmész reggel 7-től mondjuk 2-ig vagy 4-ig dolgozni? Hát, ha én őszinte szeretnék lenni, én még soha nem dolgoztam munkahelyen, mert ugye én még fiatal voltam, amikor Attilával megismerkedtünk, én 18 éves voltam, én még tanultam, és végül is úgy dolgoztam munkahelyen, hogy ugye én fodrászatot végeztem volna, hogyha nem jött volna közbe a gyerkőc, és gyakorlatra jártam. Csak ugye mi megismerkedtünk Attilával, és nagyon, de nagyon gyorsan összehoztuk a lányunkat, és ekkora nagy pocak, ami 8 hónapos terhesen is jártam az iskolában, meg jártam gyakorlatra, és most nem akarok nektek hazudni, hogy most 24 nap, vagy 22 nap hiány nem vizsgáztam le. De megmondom őszintén, nem is bánom. Nem is bánom, mert lett egy gyönyörű, szép lányunk. És itt ül mellettem életem szerelme. Úgyhogy nem bánom, hogy úgymond nem fejeztem be az iskolát. És azt se bánom, hogy így összekovácsolt minket az élet, és hogy nem kell munkahelyre járnom. Úgyhogy én erről nem tudok úgy nyilatkozni, hogy milyen lehet munkahelyen dolgozni. A kérdés nem az volt. A kérdés az volt, erre tudnád tölteni, akkor másképp teszem fel a kérdést, hogy ennek az úrnak tudjuk válaszolni. El tudnál-e képzelni úgy 8-10 órát, hogy nem vagyunk úgy együtt. Tehát ne értsétek félre, azért, mert most mi videózunk is, hogy egymás mellett ülünk, az nem azt jelenti, hogy amikor hazamegyünk, hogy mi egymás ölébe ülünk. Nem, nem, nem. Én intézem az állatokat, vagy ő intézi az állatokat. Teljesen mindegy. Én intézem az állatokat, ő főz. Tehát akkor mi nem vagyunk együtt, de ő tudja, hogy én kit vagyok az udvaron az állatokat. A munkámat csinálom, én is tudom, hogy ő is csinálja a munkáját. Hát most a kérdésedre... Mikor én azt mondom neked, hogy lehet, hogy ideig, óráig bírnám, de az 100%-ig biztos vagyok benne, hogy egy perc nem telne úgy el, hogy ne gondoljak arra, hogy most Attila mit csinál. Most szegény most éppensége, lehet, hogy most otthon kéne lennem, lehet, hogy segítenem kéne neki. Az, hogy tisztában látszódjon a történet, elmondok nektek valamit, és hogyha rosszul mondom, szólj közben, légy szíves. Mikor mi megismertünk? Nem éred, tehát de nem. Most én úgy érzem, hogy ha most nekem el kéne mennem dolgozni, én egyáltalán nem érezném jól magam a munkahelyen, én szorongonák.
Mikor mi megismertük egymást, Dióhéjbe összefoglalom, akkor ugye nem volt még okostelefon. Hozzá kell tennem, hogy ugye akkor az a nyomógombos, mit tudom, a 33-10-es Nokia, meg ilyesmi. És ugye akkor én már a mezőgazdaságot csináltam. Ő meg még tanult. Csak hogy értse ez az ember, jó indulatból mondom, tehát hogyha nézi ezt a videót, akkor nehogy sértésnek vegyem, mert Isten lássa lelkemet, szívemre teszem a kezem, nem tudom hova tegyem. Semmilyen rossz indulat nincs bennem. De mikor mi megismertük egymást, mi napi 2-300 SMS-t váltottunk már akkor egymással. És tudtuk azt, hogy délután fogunk találkozni, és ugye mi eldöntöttük, hogy egy hónap után, hogy mi összeköltözünk, és mi azóta 0-24-ben együtt vagyunk, de azon az egy hónapon kimerem jelenteni, hogy abban a hónapban én legalább 100 000-et költöttem SMS-re. Meg igen. Ő is. Hol én töltöttem a kettőnkártyát, hol ő töltött? Mert ugye amikor nekem ugye töltőkártyás volt, mikor kim voltam határba és írogattam, menet közben írogattam az SMS-t, és lefogyott, és az utolsó SMS-nél megírtam neki, hogy elfogyott a pénzem a telefonról, az SMS íráshoz, ha hazamegyek, akkor tudok rá tölteni, mert ugye itt a határban nem nagyon járkál olyan autó, vagy olyan, itt nincs posta, vagy hírlapos, hogy töltök a telefonra. És akkor ő fogta magát, kisétáltam iskolából, vagy otthonról, boltba is töltött rá. De soha nem kérte el az árát, ezt hozzáteszem. Tehát töltögettük egymás telefonját sokszor, és ugye akkor láttuk azt, hogy nincs értelme így, akkor költözünk össze, próbáljuk meg, ha megy, megy, ha nem, nem. És azóta igen. Itt ül mellettem. És, igen. És képzeljétek el, hogy amikor mi délutánonként találkoztunk, mondjuk általában olyan 4 óra körül volt a találkozó megbeszélve. 4-5. Igen, és hajnali 2-3-ig beszélgettünk. De beszélgettünk, tényleg, ne gondoljatok rosszra, és már és az én hozzátartozóim kérdezték azt, hogy ti mit tudtok ennyit beszélgetni, és mondtam, hogy mindenről. Mindenről, tehát... Mondjuk én velem mindenről lehet beszélgetni. Mindenről. Most azért, mert én a traktorból vagy mezőgazdasággal foglalkozom... De várjatok. Hát azt én mai napig mosolygom, amikor ugye mi randiztunk, akkor... Minden volt, pizza, hamburger, gyrosz, gumicukor, amim szemem szám megkívánt, értitek? Mentünk, összeköltöztünk, és akkor mondtam Attilának, hú, én úgy megkívántam a pizzát, azt mondja nekem, süss meg magadnak. Hát kezdtem szoktatni. Tudjátok, ez nem úgy van, hogy hip-hop, kenderzsuk. Hát most süssél magadnak, akkor megveszik hozzá, hogy a süssél, most megint szaladgáljak össze-vissza. Hát halljátok, én nekem a szemem kikeregedett, hogy ez most nekem mit mondod, hogy süssd meg magadnak? Hát mondom. Ha ezt az ívet kibírja, akkor maradni fog. Azóta nem lehet levakarni. És azóta... Tudok pizzát sütni, és a gyerekek mindig azt mondták, hogy nyissunk egy pizzériát. Na szóval igen. Ja, Istenem. De hozzáteszem. Azért volt olyan, még ezt el kell meséljem, mert ez megint igaz volt, hogy elmentem vele egy étterembe, és az étteremben, hát ugye én pacalt meg a brassóit, ilyesmit nagyon szeretem, és akkor kért magának valamit. Megette a felét, jaj, már én jól laktam. Mondom, jó, akkor megeszem az övét, és nem fogom otthagyni, mert ne értsétek félre, nem spúr vagyok, de én amit megrendelek kaját, én nem szeretem a tányérban, se vendégségben. Még a kenyeret is megeszik, se étteremben. Oda raknak. És képzeljétek el, megettem azt, ugye akkor is megkóláztam, anya mondja, hogy nézegeti az étlapot, jaj, ezt úgy megkóstolna. Hát mondom, rendelj magadnak együtt. Azt mondja, csak fél adagot. Mondom, figyelj, nem vagy te fél ember, rendelj egész adagot, jó? Jó. Rendelt egy egész adagot, megette a felét, azt is meghagyta. Na, nézd rám, nem bírod megenni? Szerintem, jó, akkor azt is megeszem. És nevetni fogtak a végén. És mondom neki, hogy jó, akkor ezt is megeszem. Azt is megettem. Anya megnézte, hogy végig megeszem. Megint rendeltünk egy kólát, nekem is, őnek is, vagy ő ásva, izé, sió.
palacklevet, vagy almalevet, vagy mit tudom én, mit ivott. Képzeljétek el. Még ő ezt lehet, hogy megkóstolná, nem tudom, nem akarok hazudni majd miket. Mondom, akkor rántott, azt hiszem rosolyval kezdtem, utána rántott sajt volt, és utána még azt hiszem desszert. Igen, és akkor hát ő ezt még megkóstolná. Hát mondom, kóstol. Azt is már a harmadiknél vagy negyedik menünél járt. Mindegyiknek csak a felét ette meg. Megettem mindegyiknek a felét, a végén. Hát gondoltam magamban, nem volt ebből baj, mert nem probléma. De mondom, ha én ezt többször elhívom étterembe, akkor én körülbelül 180 kg leszek év végére, mert ugye minden meg kell lennem, úgyhogy én nem hagyok ott. Ne értsétek félre, lehet, hogy most nem tudom, mit fogtok rólam gondolni, de én nem szeretek se étterembe a tányérról hagyni kaját, se vendégségbe. Engem így neveltek, hogy amit kérsz, és kiraknak eléd, akkor azt illik megenni. Hát én megfogadtam ezt, ugye én nekem van egy unokatesomnak a fia, nem mondom a teljes nevét, Rolandnak hívják, hát elmentünk vele egy ilyen kajádába kajálni. Azt mondja, hogy ő olyan, mint én, olyan paraszt gyerek, vagy hogy mondjam, ő pacalt eszik. Mondom, akkor én is pacalt. Hát képzeljétek el, kihoztak két akkora csülkös pacalt, két akkora adagot, hogy mi csak néztünk. Azt mondja Roli, ő biztos, hogy meg fog enni, nem hagyja itt. De kihoztak hozzá 12 szelet kenyeret. Azt mondja Roli, kenyeret is megegyük? Hát mondom, figyelj, kifizetjük, megesszük. Köcsi az. Várjatok. Akkor hát kiraktánk elénk a két adag pacalt, Róli is én is nekiültünk, ugye rendeltünk, mit tudom én, fél-fél liter kólát, ugye a kólát, aztán tudnék, hogy fölfúj, mint az állat, engem nem érdekel, akkor is iszom. Hogy megettük már felét, Róli is nézem, én is nézek rá, jó adag, mi? Ha jó. És ugye én nélkül megenni, tehát nekem az kell kenyő. Szóval Róli, te figyelj már, megyük meg szerintem az összes kenyeret, ha már kifizessük. Ha mondom, persze, hogy valaki elé kirakják még egyszer, együtt. Megettük a 12 szelet kenyeret, meg azt a két maranyanak pacalt. A gyerekek, volt gondom, nem mondom, mire avval végeztünk. Még menne végke? Szerintem nem. Na, elvetettük a két földet, most megnézzük, hogy mennyi mag maradt. A végét megszegjük ott. Ja, jó. Jó. Na nézzek, látod, hogy milyen ez a... Jó. Hát úgy tűnik, hogy jók vagyunk. Hozzáér a... Jó. Nem tudtam elkezdeni, mi az Isten. Azért... Én szebben megcsinálni, ezzel mit csinálni. Jó van. Nem fogok. Gondolom, föl kéne hívni, hogy jöjjön ide ki böngészni. Bevessük ezt a kicsit is vele? Hát, ha van, akkor ott ezt a... Melyik, akkor ezt oda-vissza megszegem, ott azt a fűz fele. Azt be lehet, igen, hogyha úgy van. Átjöttünk erre a kis darabra. Ezt még itt bevetjük. És utána megyünk haza, és töltjük meg Tritikáléval a vetőgépet, mert ugye ez most árpa volt. És nem tudom, de szerintem holnap most megtöltjük, és holnap fogunk elkezdeni Tritikálét vetni. Igen. Úgyhogy mi ezennel most el is köszönünk. További szép napot nektek. Legyetek jók, iratkozzatok föl. Ja, és a jó hírem, már 2010 feliratkozónk van. Köszönjük szépen, komolyan. Nagyon jók vagyunk. Én amikor elkezdtünk ugye így videózni, én nem is gondoltam volna, hogy még októberben elérjük a 2000-et. Karácsonyra sit. Attila karácsonyra satszolta, de szintén, hogy én még a karácsonyban is kételkedtem, de gyerekek, ez fantasztikus, úgyhogy köszönjük, legyünk még többen! Sziasztok! Sziasztok! Hello!